A műsort a Magyar Posta Befektetési ZRT támogatja. Azt mondanám, hogy a közösség. A diákmiség, a közös szentmiség, szerintem az a legjobb. Vélemények egy iskoláról, amin nyugodtan kimondhatjuk Magyarország egyik leghíresebb oktatási intézménye, amelyet történetesen a bencés rend tart fenn. Óra et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál, tartja a bencések regulája. A szerzetes rendé, amely sohasem gyertja fényes kolostorok falai között, világtól elzárva élte mindennapjait. Ők mindig valamilyen hasznos munkát végeztek, gazdálkodtak vagy történetesen tanítottak. A bencés rend a nyugati egyháznak a legősibb szerzetes rendje. Szent Benedek, Nurziai Szent Benedek 480 körül született és 549 körül halt meg, és az ő regulája az, ami meghatározza a bencéseknek az életét. Magyarországra 996-ban jöttek bencések Pannonhalmára, és hát végül is onnan indult a magyar bencéseknek a története. Kalandos módon jutunk el addig, hogy végül is gimnáziuma is lesz a bencéseknek, hiszen ez eredetileg nem egy tanítórend a bencés rend, de amikor 1802-ben visszaállítják a rendet, hiszen II. József 1786-ban feloszlatta a bencés rendet, amikor visszaállítják a rendet, akkor az a feltétel, hogy hát végezzenek hasznos munkát is a bencések, az állam számára is hasznos munkát, és ekkor kapják meg a gimnáziumokat a magyar bencések. Ekkor érkeznek ide Győrbe is a bencések. 1802 óta élünk itt. Mint egy jó bencés iskola, ugye próbálunk itt is napi rendet tartani a kollégiumban is, és hát igyekszünk, hát egyre hosszabb időt töltenek itt a bejárósok is, hogy az ő napi rendjük is úgy legyen, hogy hát mindenre legyen benne idő. Hogy imádsággal kezdjük a napot, imádsággal fejezzük be a napot, amit itt töltenek. Aztán, hogy utána, amikor esetleg lyukas órájuk van, akkor a könyvtár felé orientáljuk őket, hogy ott töltsenek egy kis időt, de nyitva van a templom is, ide is bejöhetnek, van egy diákkápolna, oda is be tudnak ülni, hogy egy kicsit csöndbe legyenek. Tehát ez mind fontos dolog, hogy amit megtanulnak, vagy ami impulzus éri őket a nap során, az utána a csendben egy kicsit föl tudják dolgozni, ez fontos számunkra. A bencések Győrben nem pusztán csak tanítanak, itt valóban nagybetűs nevelés folyik. Az atyák nap-nap után azon dolgoznak, hogy igazán értékes emberek kerüljenek ki az ódonfalak közül. Az életünk az valamiképpen tanúságtétel. Ugye látják a mi emberi gyarlóságainkat is, a küzdelmeinkkel együtt, ahogyan nekünk is küzdelem az, hogy odaérjünk az imádságra, küzdelem az, hogy ott legyünk, a napi rendet betartsuk. Ők is ezt látják és érzik, hogy ezért küzdeni kell, nem az embernek nem esik az ölébe az, hogy egy kiegyensúlyozott élete legyen, hanem hogy ezt küzdelmek árán lehet csak elérni. És ez egy plusz, hogy azért látják azt, hogy érdemes küzdeni, mert azért a kapcsolatunk a diákjainkkal azt mondhatom, hogy nagyon, nagyon bizalmi és barátságos, és ebből látják azt, hogy azért érdemes egy ilyen fajta életmódot élni, érdemes egy ilyen fajta életre berendezkedni, aminek vannak keretei, és ami változatos ilyen módon, hogy nem csak rohanásból áll, hanem leülésből is, egy kis csöndből is. A
A Szent Benedeknek is az volt a célja a regulában, hogy teljes embereket neveljen. És a Szent Benedeknek ez a ember ideálja, hogy egy teljes embert neveljen. És ilyen módon mi is erre igyekszünk, hogy mindenki megtalálja saját magát, akár családanya legyen, akár jó szakember, a lényeg az, hogy teljessé váljon az élete. Hogy ne beszűküljön, ne egy irányba tartson csak, hanem nyitottak maradjanak Istenre is és az emberekre is. És hogyha ezt sikerül elérni, akkor már jót tettünk. Eljött az idő, hogy egy kicsit jobban megismerkedjünk az iskolával. 1627. szeptember óta működik, ez a 388. tanévünk, és ez valóban nem csak a leghíresebb, az ország legrégebbi katolikus iskolái közé tartozik. A tanítás az mindig folyamatos volt, olyannyira, hogy a 1948-as iskolák államosítása után is működött két évig állami iskolaként. Majd 1950-től a bencés piarista Ferences és az iskola nővére kaptak két-két iskolát, amely végig a kommunista rendszerben is működhetett, mint a 8 akkori katolikus iskolának az egyike. Szigorúan megszabott keretek között, tehát 2x40-es létszámú osztályt indíthattak 4 évfolyamos gimnáziummal. A 1990-ben indult meg az iskolánk a bővülés, akkor egyre nagyobb igény volt az egyházi iskolák iránt, és akkor először 3 osztályt indítottunk évfolyamonként, majd aztán jött a következő lépés, hogy 6 évfolyamos iskolát indítsunk, 1994-től van 6 évfolyamos képzés, és akkor mellette 2 osztályban 4 évfolyamos képzés maradt, így összesen most 14 osztályunk van. 2000-es évek elejére, közepére ugye egyrészt a gyereklétszám csökkenése, másrészt az egyházi iskoláknak az elterjedése következtében a jelentkezők száma elkezdett csökkenni. Kevesen választották a többségében bentlakásos iskolát, itt szombaton is tanítás volt. Ritkán mentek haza egy évbe 3-4-szer a diákok, és akkor merült fel az ötlet, hogy hát először is nyissunk a város felé, de az első lépés a szabad szombat, hogy szombati tanítást megszüntetjük. Ez történt 2006-ban, akkor Horváth Doli Tamás igazgató vette át az intézmény irányítását, és akkor ő mindjárt fölkarolta ezt az elképzelést, és akkor már akkor fontolgattuk, hogy lányokat is vegyünk fel az iskolába, ami 2 év múlva meg is valósult. A eredeti elképzelés az volt, hogy főleg a hozzánk kötődő családok gyermekei járhassanak ide, akár volt bencés diákoknak is, ha lányaik voltak, akkor nem jöhettek ide. És hát így utólag nézve, mivel ez 2008-ban jöttek az első lányok, először csak 18-an, most pedig az 516-ból hát egyel több, mint a fele az lány. Az iskola nem csak Magyarország egyik legrégibb oktatási intézményeinek egyike, hanem az egyik legjobb is. Sokszor és sokan vádolják a hasonló gimnáziumokat azzal, hogy versenyistálók. Azaz, csak az eredmények számítanak mindenek felett. Nos, bár itt is igen magas a követelmény, mégsem hagynak senkit az út szélén. Vannak jó eredményeink, de inkább a általános jó tanulmányi eredményre tesszük a hangsúlyt, nem a versenyekre. Egy-egy jó versenyeredményünk minden évben van, tehát OKTV döntő, egy-egy diák, tehát azért nem mondanám, hogy nagy számú, azért indulnak gyerekek versenyen, az körülbelül a diákok egy negyede azért beszokott nevezni valamilyen tanulmányi versenyre. De elsősorban az a cél, hogy az általános gimnáziumi képzést adjunk, és kicsit itt Szent Benedeknek a szellemében az egyénekre alkalmazva, hogy legyen, ami után az erősek vágyódnak, de a gyengék sem riadnak vissza, mondja Szent Benedek. Tehát, hogy legyen azért ösztönző, és lehessen előre jutni, de ugyanakkor próbáljuk meg, akik gyengébbek, azokat is fölkarolni.
amit fontosnak tartunk, már így előzőleg is mondtam, a családias jelek, hogy otthon érezzék magukat itt a diákok, és hát ne féljenek tőlünk, hanem szívesen legyenek itt, és én nagyon örülök annak, hogy sokszor egy tanítás után, vagy péntek délután is nagyon sok gyerek még itt benn marad, itt vagy sportolni, vagy beszélgetni, vagy csak egyszer elüldögélnek itt. Tulajdonképpen ebben látom azt, hogy szeretnek idejárni, és ez az általános vélekedés is a diákok között. Hát azt lehet mondani, hogy egymást hozzák, mert hogyha jól érzik magukat a gyerekek, akkor előbb-utóbb jól is fognak tanulni, meg másnak is azt mondják, hogy szívesen jönnek ide. És hogy ez az oktatási nevelési módszer mennyire eredményes? Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a leérettségizett diákok a legjobb főiskolák és egyetemek közül válogathatnak. Ugye gyakorlatilag ma az arány az majdnem minden középiskolák 90% fölötti, de itt inkább azt kell nézni, hogy hová veszik fel őket, vagy hová mehetnek. Hát most azt tudom mondani, ez egy külső mérés, van a HVG-nek ez a top 100-as középiskoláját, abban most mind a két éve bekerültünk, tehát a 900 mért iskola közül körülbelül. És hát azt lehet mondani, hogy ilyen, és ott azt mérték, például az egyik szempont volt, hogy az egyetemek rangsorolása szerint hogyan kerültek be diákok. Tehát nem pusztán csak, hogy fölvették valahol. Mert az, hogy ma fölvegyenek valakit felsőoktatásba, az nem egy, hogy mondjam, csak jól kell tudni jelentkezni, valahová fölveszik, tehát az ma ilyen a rendszer. De azért én mondhatom, hogy innen nagyon sokan vannak a Budapesti Műszaki Egyetemen, Orvosi Egyetemre, sokan mennek újabban most már tanárképzésre is, a természettudományi karra, a bölcsésztudományi karra. Tehát én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a továbbtanulási eredményeinkkel. A diákok előtt pedig nem elhanyagolható elődök koptatták az öreg folyosók köveit. Bencés diákok, tanárok, ugye a tanárok között is, ugye Jedlik Ányos, Cucor Gergely, akit megemlíthetünk. Aztán ugye matematikus Rész Frigyes is itt végzett. Ezen kívül hát ugye orvostudományban sok jelentős ember. Most a nevekkel kicsit zavarba vagyok, mert ezeket itt össze kellene szedni, de azt lehet mondani, hogy mindenkor kitermeli a maga, hogy mondjam, tudósát. Az iskolába ugye hosszú-hosszú évtizedekig csak fiúk járhattak. A kommunista rendszerben pedig az itteni diákoknak nem nagyon lehetett felvételizni bölcsészkarra vagy jogra. Maradt hát a matematika, a fizika, a biológia és kémia oktatás színvonalának minden elképzelhető fölé emelése. Nagyon fontos, hogy a reáltantárgyaknak óriási hagyománya van ebben az iskolában. Tehát a Jedlik Ányos is ebben az Jedlik Ányos, de sok nagy nevű tanár volt ebben az iskolában. Jedlik Ányos talán a legismertebb, de sokat lehetne még sorolni. És mindig is a természettudomány az nagyon, nagyon hangsúlyos volt itt. Most volt a Rómer Flóris születésének a 200. évfordulója, ugye azt is megünnepeltük. Tehát rengeteg olyan esemény, tehát olyan hagyománya van az iskolának, ami ebbe az irányba mutat. Nagyon-nagyon gazdag fizika szertárunk van. Egyes elemeiből készült ez a kiállítás, amelyik főleg Jedliknek a nevéhez fűződik, de még efelett rengeteg van a szekrényekben, amiket órákon is, hát amennyire tudunk, igyekszünk megmutatni. Aztán a biológia az is erős, tehát ott is rengeteg oktatási segédlet tárgy van, amivel tudunk kicsit így még mélyebbre hatolni talán a tananyagba, vagy ezt tudjuk mondani. És hát nagyon ezért a diákjainknak egy jó, nagyon jelentős része választ valami természettudományos műszaki pályát. Tehát ez kétségtelenül igaz, hogy egy évfolyamból, tehát közel a fele, de lehet, hogy még magasabb az arány, akik valamilyen természettudományos pályán mennek tovább. Évek óta igaz, hogy
hogy űriskolái közül nézzük, hogy például fizikából abban látok bele jobban, mert ott én is részt veszek a vizsgáztatásban, hogy mondjuk hát biztos, hogy benne vagyunk az első néhány iskolában, ahonnan a legtöbb diák megy emelt szintre. Tehát, és ez szerintem biológiából is igaz, matematikából is van egy nagyon erős rétege az iskolának, ezeken tanulmányi versenyeken is azért vannak eredményeink. Tehát az fizikából azt személyesen tudom, hogy az elmúlt mondjam, 4 évben biztos, hogy volt legalább 3 országos döntős eredményünk, de más tantárgyakból is volt, biológiából is volt most több továbbjutó, meg kémiából. Most például egy országos versenyen értek el szép eredmény diákénk. Szóval ebből a szempontból tényleg van nagyon sok, nagyon igyekszünk erre hangsúlyt fektetni. Az óraszámokban is tükröződik ez. Tehát ez például egy fontos dolog, hogy ugye itt az új köznevelési törvény ad némi mozgást, tehát az iskolának abban, hogy bizonyos órákat esetleg, vagy bizonyos óraszámot maga osszon föl, és ebben nagyon erősen részesülnek a reál tárgyak. Tehát például kémiából, fizikából, matematikából is kapunk plusz óra keretet, tehát a kötelezőn felül. Az idők persze változnak, és mit érne az ország egyik legjobb iskolája, ha a diákok mondjuk magyarból nem lennének valami acélosak. Szóval azért senki se higgye, hogy itt a humán tárgyakat félvárról veszik. Szerintem ezt nagyon jól próbálja az iskola egyensúlyban tartani. Tehát egyáltalán nem érzem azt, hogy a humán tárgyak háttérbe szorulnának, sőt. Egy gimnáziumban alapvető fontosságú, hogy mindegyik oldal képviseltesse magát, és egy diáknak, aki idejön, és eddig nem választott, hogy milyen irányban szeretne tovább tanulni, annak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tanulja a humán tárgyakat is, a reál tárgyakat is, és akkor majd később a fakt választás során eldöntsék, hogy melyik oldalt preferálják. Nálunk itt a Győri Bencésben több nyelvet is oktatunk. A 6-osztályos gimnáziumban, 7.-8. osztályban még csak egy nyelvet tanulnak a diákok. Ez német vagy angol. Általában aki angol tanult előtte, az angolt választ, aki németet, az németet választ. És akkor 9. évfolyamtól van lehetőség arra, hogy egy második nyelvet is tanuljanak a diákok. Végig heti 4 órában tanulják mindegyik nyelvet. A második nyelv az, akik angolt tanultak első nyelvként, azoknak német, francia vagy olasz lehet. A németeseknek pedig kötelezően angol. Tehát angolt minden diáknak tanulnia kell. A mai világban elengedhetetlen, hogy az ember nyelvet, illetve nyelveket beszéljen legalább középszinten. Az előbb említett nyelvek mellett egyébként szakkör keretében van lehetőség nálunk latint, illetve oroszt is tanulni. Sőt, évek óta kínait is tanulnak néhányan a kollégák, illetve a diákok közül. A mai világban biztos vagyok benne, hogy aki tovább tanul, bármilyen egyetemen, főiskolán, illetve később elhelyezkedni szeretne, annak mindenképpen szüksége van legalább egy, de inkább 2-3 nyelv ismeretére, felhasználói szintű ismeretre. Azt már hallottuk, hogy itt nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy jó embereket neveljenek. Lássuk mindezt az igyekvést, hogy látják maguk a diákok. Én 2012-ben kezdtem az iskolát, és eredetileg nem is ez volt a terv, hanem én egy másik gimnáziumot jelöltem meg, ahol az angol nyelv volt a fő terület, és én nagyon összetörtem, amikor anya közölte, hogy nem vettek fel. És én eredetileg nem is szerettem volna megjelölni ezt az iskolát, hanem édesanyám mondta, hogy azért jó lenne. Egy
egy egyházi iskola is, hiszen minden héten jártunk templomba, meg hittanoktatás, bérmálkoztam is már, és akkor megjelöltük, és ide felvettek. Hát félve jöttem ide, de úgy gondolom, hogy ez eddig életem egyik legjobb döntése volt. Én 2012-ben kerültem ide, és annak okán választottam ezt az iskolát, hogy édesapám is itt érettségizett, és ugyan nálunk nem volt kikötés, hogy feltétlenül ebbe az iskolába kell jönni, de mégis nagyon megtetszett maga az épület, az egész légköre az iskolának. Illetve már kisgyerekként megtapasztaltam édesapámon keresztül azt, hogy a Bencés diákságnak, a Bencés diákszövetségnek milyen megtartó ereje van, és ez nagyon tetszett és nagyon szimpatikus volt. Szerintem a középiskola eléggé meghatározó a fiatalok számára, főleg, hogy a közösség milyen. És tényleg az első napon mindenki nagyon meg volt illetődve, kérdezgettük egymás nevét, és az osztályom annyira jó és annyira jó közösség, hogy jobbat nem is kívánhatnék. És szerintem az egyházi nevelés is ebben fontos szerepet játszott. Még a legtrógerebb gyerek is például elmegy gyónni lelki gyakorlatokkor, és ez számomra olyan fura volt, hogy azt hittem, hogy ő majd azt mondja, hogy jó, ez engem nem érdekel, ez csak hülyeség, és nem, beült és gyónt, és ez annyira szép, szép dolog szerintem, hogy még ők is fontosnak tartják a hitet, hiszen a mai világban ez annyira nem fontos, és az osztályomban olyan jó emberek vannak, és nagyon, nagyon szeretem, és tényleg nagyon örülök, hogy idejöttem végül. Úgy tűnik, a diákok szerint is ez az egyik legjobb iskola az országban, de hátra van még a fekete leves, a követelmény. Én kevésbé vagyok jó tanuló, meg kell, hogy mondjam. Teljesíthető, nem teljesíthetetlen. Ugye nagyon fontos, hogy a Jóisten soha nem állít elénk olyan akadályt, amit ne tudnánk teljesíteni. Tehát teljesíthető, hát küzdeni kell, és küzdéssel minden elérhető. Akik itt engem oktatnak, és próbálnak nevelni, ők mind a javamat akarják, és igyekeznek afelé hajtani, hogy én a lehető legjobbat hozzam ki magamból, akkor is, hogyha én erre nem vagyok annyira vevő, és ezt nem akarom elérni. Ne felejtsék el, az oktatás világának újabb izgalmas helyszíneivel és szereplőivel következő adásunkban is várjuk Önöket. Tartsanak velünk legközelebb, és higgyék el, érdemes lesz.